150 milliárdos segítség, olyan szemléletváltás történt a határon túli támogatásokban, amely a kultúra és identitás kérdésen túl a gazdaság fejlődését is előmozdítja. Félmilliárdos fejlesztések, városi piac és rendezvénytér épülés, elkezdődik a csapadékvízhálózat kiépítése a csatornával nem rendelkező városrészeken, Mándokon. Együttműködés, több mint 100 embert vonnak be foglalkoztatási és képzési programokban Nagykáló és környékéről, létrejött a délnyírségi foglalkoztatási paktum. Olyan szemléletváltás történt a határon túli támogatásokban, amelyek a kultúra és identitás kérdésen túl a gazdaság fejlődését is előmozdítja. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A határon túli magyar pártok vezetői úgy vélik, ez a támogatás nagy mértékben segíti a fiatalok otthontartását. Korábban a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár azt nyilatkozta, a kormány 150 milliárd forintot biztosít a határon túli magyar lakta térségek beruházásaira. Magyarország számára fontos a Kárpát-medence, mint egységes kulturális-gazdasági térség fejlesztése. Az integrált fejlődéseket határon átnyúló pályázatok segítik, 2017-et pedig nemzetpolitikai értelemben egy áttörésnek véli a kormány. Ezt korábban a gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár nyilatkozta, aki azt is hozzátette, az idén bejelentett 150 milliárd forintos fejlesztési keretre korábban még nem volt példa. A határon túli magyar pártok is egyetértenek ezzel, ők pozitív szemléletváltást tapasztalnak a magyar támogatásokban. A felvidéken élő határon túli magyarok elszegényedő régióban élnek, a beruházások nélkül pedig még erőteljesebb lenne az elvándorlás, akár az anyaországba, akár gazdagabb nyugat-európai országokba. Én úgy gondolom, hogy azok a támogatások, amelyek érkeznek, azok megtartó erejűek, és hát köszönettel is tartozunk a magyar államnak. Ezért minden határon túli közösség, nemzeti közösség nevében mondhatom, de kiváltképpen a felvidék nevében szólhatok erről. Tehát én úgy gondolom, hogy úgy oktatási intézményeink egy részét, akár kutató intézményeinknek egy részét, vagy a harmadik szektor támogatásait, hogyha nem kapnánk meg, akkor a felszívódásunk a térbe, az sokkal gyorsabb lenne. Ilyen magyar kormányzati gazdaságfejlesztési program például a felvidéki Baross Gábor terv, vagy a kárpátaljai EGÁN-EDE pályázatai. A Vajdaságban 2 évvel ezelőtt indultak fejlesztési programok, aztán Kárpátalján, most pedig Erdélyben és Szlovákiában folytatják majd a beruházásokat. Megfelelő életkörülményeket, karrier lehetőséget, a jóléti társadalomnak az adottságait is feltételezik, és ezért nagyon fontos az, hogy a gazdaságban, munkahelyteremtésben, a tervezhető jövőben lehessen beruházni, lehessen befektetni, mert senki nem akar szegényebb lenni, mint a szomszédja, esetleg valamennyivel gazdagabb, jobban akar élni, és csak akkor maradnak otthon a szülőföldön a magyar fiatalok, hogyha van munkahely, hogyha van gazdasági perspektíva. És ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ilyen értelemben kitágult, és alapjaiban megváltozott a nemzetpolitikai szemlélet. A nemzetpolitika egyik legnagyobb eredménye, hogy a magyar politikai szervezetek aktívan működhetnek a határon túli településeken is. Ezt a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke emelte ki. Ha ezek a pártok nem lennének, akkor nem volna határon túli magyar közösségeknek szervezett érdekképviselete. És akkor azt gondolom, hogy az identitás megőrzés vonatkozásában is és más ügyek tekintetében is egészen biztos, hogy sokkal rosszabbul állnánk. Most se állunk kiválóan, de akkor egészen biztos, hogy rosszabbul állnánk. Ami a újszerűséget jelenti a nemzetpolitikában és a támogatás politikában, az a gazdaság irányába történő nyitás, a gazdasági ötletek támogatása vonatkozásában mutatkozó lehetőség. Ebben a tekintetben a vajdasági magyar közösség azt gondolom, hogy élenjáró. A kereskedelem fejlesztésére létrehozott Magyar Nemzeti Kereskedőház pedig jelenleg már 22 irodával rendelkezik a Kárpát-medencében, és több mint 10 000 vállalkozása tagja, annak érdekében, hogy javítsa a magyar érdekeket szolgáló gazdasági szereplők versenyképességét. Csak nem 500 000 000 forint értékben indulnak projektek a terület és település fejlesztési operatív program pályázatainak segítségével Mándokon. Az önkormányzat szociális teret hoz létre, városi, piaci és rendezvénytér épül, és elkezdődik a csapadékvízhálózat kiépítése a csatornával nem rendelkező városrészeken.
Egyelőre zöldségek teremnek azon a területen, amelyen később egy szociális épületet építenének fel. A 150 millió forintos beruházás révén az új épületbe költözhet át a gyermekjóléti szolgálat, a megfelelő körülményeket pedig irodák és vízes blokkok biztosítják. Egy másik 132 millió forintos fejlesztéssel lényegében a Forgácskastély környezetét tennék rendbe, a korábbi TS telepet rehabilitálnák, területén egy városi piacot és egy fedett színpadot alakítanának ki. Az önkormányzat tervei szerint a terület vízelvezetést és utakat kapna, így egy valódi közösségtér alakulhat ki az egyedülálló műemlék mellett. Ide készülne egy színpad, egy álló színpad, fedett színpad, ami azt jelenti, hogy nem kellene minden éven több százezer forintot bizonyos rendezvényeknél kiadni egy színpadra. Emellett elkészül egy városi piac, a mai kornak megfelelően, természetesen ugyanúgy vizes blokktól kezdve, ami kell hozzá, és ott annak a területnek a teljes rendbetétele, itt volna majd egy kondipark, ami az is be van adva egy pályázat, és emellett szeretnénk, hogy mivel a kastély környezetében van műemlék jelleggel, ott egy olyan sétáló rész kialakít, ami tényleg a városnak egy méltó pontja volna. A három közül a legnagyobb összegű projekt a 240 millió forintos csapadékvíz elvezetési beruházás lesz, ami legalább 8 utca vízelvezetési gondját oldja meg. Ez a 9-es vízgyűjtő területre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy indulna itt a Főúton, a Rákóczi utca, Monusilés utcától. Mi itt úgy hívjuk, hogy a idézőjelben a Kanada rész, ami 7-8 utcát érint, és ide itt átemelőktől kezdve, hogy amikor van egy havári vagy hirtelen eső is, hogy el tudja vinni a vizet, hogy megoldva legyen a lakosságnak az a gondja, hogy ne felfolyjon az udvarára, mert a dombozatunk sajnos olyan, hogy sokfelé az útról inkább felfolynak a magánembereknek, gazdáknak a udvarára a víz, és ezeket próbálnak ők küszöbölni. Most már várjuk, hogy a szerződéseket lehessen aláírni, és utána, ami olyan, akkor indítanánk, és hogy legyen a közbeszerzés, majd a kivitező kiválasztása. A több mint 4000 lakosú város a beruházások megvalósításához 100%-os visszanemtérítendő támogatást kapott a terület és településfejlesztési operatív program nyertes pályázatain. Több mint 100 embert vonnak be foglalkoztatási és képzési programokba Nagykáló és környékéről. Létrejött a délnyírségi foglalkoztatási paktum, melyet Nagykálóban írtak alá a projektben résztvevők. Az uniós támogatású, a foglalkoztatás javítását célzó programra 130 millió forint áll rendelkezésre. Ebben a térségben megyei szinten összesen 2,5 milliárd. Fontos célkitűzés, hogy a helyi vállalkozásoknál fellelhető munkaerőhiányon enyhítsenek a képzésekkel, átképzésekkel. Elindulnak a helyi foglalkoztatási együttműködések uniós támogatással. A foglalkoztatási paktumok célja, hogy felmérjék a foglalkoztatás helyzetét térségenként is, és a munkaerőpiaci igényekhez igazítsák a képzési programokat. A helyi paktumokban a megyei önkormányzat, a kormányhivatal, a helyi önkormányzat, az iparkamara és nem utolsó sorban a helyi vállalkozások vesznek részt. A Nagykállói térségi programról a polgármester beszélt 35 perc című műsorunkban. Mi a helyben az igényeket próbáljuk felmérni, milyen típusú vállalkozásoknak van szüksége több munkaerőre, melyek azok a területek, ahol tudunk esetleg átképezni, és akkor ha átképezünk, akkor mire képezzünk át. És annak, tehát az lesz a vége, hogy 6-8-10 embernek a projekt vége után is kell tudni munkát adnunk. A maga a cél az első körben 80 ember bevonása, második körben 25 ember bevonása, és a végén pedig ennyinek kell munkát adni. 130 millió forintot nyertünk erre a mi paktumunkra, úgymond. Ebből közel 110 millió forint a kormányhivatal fogja elkölteni, úgymond ezekre a képzésekre. A képzési programokra nagy hangsúlyt fektetnek, mert több olyan álláskereső van, aki már meglévő szakmájában nem tud elhelyezkedni, de más területre átképezné magát, hogy dolgozni tudjon, álláshoz jusson.
Nálunk, ami jelen van elég komolyan, az a fémipar, és ők próbálkoznak egyébként is képzéseket szervezni. Itt az esztergályos, lakatos, hegesztő szakmák azok aranyat érnek. A program a jelenlegi közfoglalkoztatottak számára is lehetőséget nyújt a nyílt munkaerőpiacra való kijutáshoz. Pampa nyulak, más néven nagymarák születtek a Nyíregyházi állatparkban. Az öt utód születése után a földbe vájt kotorékban töltötte ideje nagy részét, most azonban már a közönség is láthatja őket az Andok kalandok kifutóban. A parkban jelenleg 11 nagymara él. Így néz ki a különleges kinézetű pampanyúl, földünk második legnagyobb rágcsálója. Megjelenése olyan, mintha egy nyulat kereszteztek volna egy őzzel. Hatalmas, hosszúkás fejük és nyúlszerű lábaik vannak. Valójában azonban a tengeri malac félék családjába tartoznak. A Nyíregyházi állatparkban élő három tenyészpár közül most mindháromnak születtek utódai. Ők májusban és júniusban látták meg a napvilágot. Egy nőstény egy évben csupán kettőször ivarzik, akkor is csak pár óra erejéig. Tehát a kiszemelt párnak, hímnek ott kell lennie minden egyes pillanatban a nősténél, hogy a kellő időpontban ott lehessen. Illetve mikor megszületnek az apróságok, akkor a nősténynek rengeteg energiát kell befektetnie, hogy a kicsinyeit táplálja és maga is táplálkozzon. Mivel fűfélekkel táplálkoznak, ezzel lehajtott fejjel történik mindez, és nincs ideje arra, hogy a ragadozókra figyeljen. A rágcsálókra nem jellemző módon a Dél-Amerikában őshonos nagymara monogám kapcsolatban él, egy életre választ párt, a kölyköket pedig együtt neveli fel a szülőpár. A három hónap vemhességi idő után világra jött kölykök már 24 órával a születésük után képesek önállóan járni, ekkor még leginkább a rejtett kotorékban tartózkodnak. De a különböző életkorú utódok napsütéses időben előszeretettel tartózkodnak a föld felszín felett is. Jelenleg 11 tagot számlál a csapat, de ez napról napra változik, hiszen három tenyészpárunk is van. Jellemző rájuk, hogy általában a párok elkülönülnek egymástól, ahogy megszületnek az apróságok, ilyen különleges kolóniában kezdenek el élni, ahol ugyan a nőstények nem szoptatják egymás kicsinyeit, de vigyáznak egymásra. Támadás esetén a marák csak a menekülésre hagyatkozhatnak. Meglehetősen gyorsak, 1 kilométeren keresztül képesek tartani a 40 km/h sebességet. Alakul a kisvárdai futballcsapat játékos kerete. A felkészülési időszakban több új labdarúgó csatlakozott az MB2 legutóbbi bronzérmeséhez, de még lesznek további érkezők is. Szombaton 2 meccset játszik a Várda, 10 órától hazai környezetben a Nyírbátor, 18 órától idegenben a szlovákiai Terebes ellen lép pályára Kondás Elemér együttese. A nyári átigazolási időszakban minden futballcsapatnál jelentős a játékos mozgás, nem kivétel ez alól a Kisvárda sem. A legutóbb az NB2 harmadik helyén végző együttestől közel tucatnyi futballista távozott, helyükre pedig a fiatalitást és a távlati célokat szem előtt tartva szerződtet új játékosokat a klub. Révész Attila szakmai igazgató szerint fontos, hogy megtalálják azokat az 1997. január 1-je és 1998. január 1-je után született fiatalokat, akiknek kötelezően a pályán kell lenniük a meccseken. Kapus poszton jelentős változások történtek. Ott az Iváncsics Alexet úgy elengedtük, úgy néz ki, hogy most a Somának is játék lehetőséget biztosítunk más csapatnál. Ezért oda igazolnunk kellett a Molnártól, mi jött a Szolnokról. Zöldes Illés jött, ő a 98-as kategóriába tartozik a Virotontól, és még egy kárpátaljai játékos, aki tavaly a Mándok csapatában volt, a Cserepkó, lesz a harmadik számú, hogy ő az egyik a három közül. A védelemben pedig szintén a fiatalok közében sorolható 98-as kinti akadémiánkon korábban már szereplő Zánkó Grisa, az egyik játékos, ide várjuk még hétfőtől csatlakozik a Fótyik Dominik. A védelemben úgy gondolom, hogy még a bal hátvéd poszton bevethető fiatal 97-es Puskásból igazolt Fodor Ákos lehet még a segítségünkre. Középpályán a Zoltán Szelcsút hoztuk el a Cigánról, ő még hátvéd sorba is be tud segíteni, majd a támadó sorba hoztunk játékosokat. A középpályára, a támadó részébe szintén fiatal, egy Melnyik kinti akadémiánkról jött be, a jobb támadó, jobb középpályára a már Mándokon szerepelt Vezdel nevezetű játékos, szintén a kinti akadémiánkról jött be, és a csatárposzton pedig a Lukás Rajmund, aki azonnal bevethető, és én úgy gondolom, hogy
még egy csatár, illetve még egy középpályás érkezésével a keretünk teljes is lesz. Az átigazolási időszak augusztus végéig tart, de csapat nélküli futballistát azt követően is szerződtethet a klub. Magyar játékosban most nem gondolkodunk, külföldiekben elsősorban, akik később talán el is adhatóaká válnak, és egy olyan csatár van most, aki nagyon nagy ereje lehet majd a támadó szekciónknak, akár a támadó középpályán, a támadó sorban is. Görögországból reméljük, hogy a klubjával meg tudom most egyezni, és felbontja a szerződését, és akkor már jövő héten csatlakozik hozzánk. Egy korábbi szerb gólkirály, aki Vojvodina területére ugyan és magyar felmenőkkel rendelkezik, vele megállapodtunk. Én úgy gondolom, még egy jó irányító középpályás elférhet, de mindent meghatároz, mondom még egyszer, hogy a két fiatal hova tudjuk majd a csapat szerkezetén belül elhelyezni. A Kisvárda szombaton két felkészülési meccset is játszik. A keret egyik feléből kialakított csapat 10 órától a Nyírbátort fogadja, a többiek pedig 18 órától a szlovákiai Terebesen lépnek pályára. 4 korosztályban 5 utánpótlás fiúcsapat sportol a Nyíregyházi kosárlabda klubnál. Az egyesület célja az utánpótlás nevelés. A játékosokat 14 éves koruk után továbbadják a Nyíregyházi sportcentrumnak és a Sunshine Nyíksének. Az NKK ősszel ismét megrendezi 8 csapatos nemzetközi tornáját. A 2004-ben alakult NKK többek között résztulajdonosa a Kékcápák NB1-bis csapatának, de az egyesület elsődleges célja az utánpótlás nevelés. Az ötvös gyakorlóban 4 korosztályban 5 csapat készül és indult el a regionális bajnokságokban. Az előkészítő csoport melletti U11-es, U12-es és a két U14-es együttes nem jutott fel az országos főtáblára, de az egyesületi elnök szerint így is elégedettek lehetnek az elmúlt szezonnal. Alapvetően nekünk mi jelenleg nem az a célunk, hogy igazán jó eredményeket érjünk el, megpróbálunk jövőre majd egy U14-es csapattal ebben egy kicsit előrelépni. A fő cél az, hogy a gyerekek megszeressék a kosárlabdát, megszeressék a sportot, minél többen kosárlabdázzanak. Az edzők nevei Ferenci Tamás vitte az U14-es csapatunkat szegény Zentei Levente halála után, az U12-es csapatot és az U11-es pedig Pejvás Lajos edzette. Idén annyi a változás, hogy Füzes Tamás kapcsolódik még be az edzői csapatba, és hát nekem is van egy edzői végzettségem, de én általában csak ilyen kényszerbeugró vagyok, hogyha bárkinek bármilyen elfoglaltsága van. Az NKK tavaly 8 csapatos fiú nemzetközi tornát rendezett Nyíregyházán. Az úttörő kezdeményezés sikerét látva nem volt kérdéses a folytatás. Ez volt az első fiú nemzetközi utánpótlás torna. Az U14-es korosztályban rendeztük meg tavaly az ötvös kupát, amit már régóta rendezünk. Pont ezért bővítettük nemzetközivé a létszámot, és az országosan is olyan csapatokat, utánpótlás csapatokat hívtunk el, akik az NB1-ás csapatok utánpótlás csapatai, Szolnok, Honvéd, az mondjuk pont Bécs, de a MAFC, vagy az Óbudai Kaszások, vagy most már Debrecen, akik egy minőséget képviselnek, szeretnénk ezzel a nemzetközi tornával is a minőség irányába elmozdulni. Idén szintén megrendezzük ezt 8 csapattal, terveink szerint már nem csak 2, hanem 4 külföldi csapattal. Szeretnénk ezt megrendezni. Én bízok benne, hogy ez egy olyan utánpótlás tornával növi ki magát, mint sok más hasonló Budapesten vagy Székesfehérváron, és ide is majd szeretnek járni mind a külföldi, mind a hazai csapatok. Maklai László még elmondta, hogy együttműködnek a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Sunshine Nyíksi együttesével, így 14 éves koruk után a két egyesületnél folytatják pályafutásukat a náluk nevelkedett kosarasok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Olyan szemléletváltás történt a határon túli támogatásokban, amely a kultúra és identitás kérdésen túl a gazdaság fejlődését is előmozdítja. A határon túli magyar pártok vezetői úgy vélik, ez a támogatás nagy mértékben segíti a fiatalok otthontartását. Korábban a gazdaság diplomáciáért felelős államtitkár azt nyilatkozta, a kormány 150 milliárd forintot biztosít a határon túli magyar lakta térségek beruházásaira. Csak nem 500 milliárd forint értékben indulnak projektek a terület és településfejlesztési operatív program pályázatainak segítségével Mándokon. Az önkormányzat szociális teret hoz létre, városi, piaci és rendezvénytér épül, és elkezdődik a csapadékvízhálózat kiépítése a csatornával nem rendelkező városrészeken.
Több mint 100 embert vonnak be foglalkoztatási és képzési programokba Nagykáló és környékéről. Létrejött a délnyírségi foglalkoztatási paktum, melyet Nagykálóban írtak alá a projektben résztvevők. Az uniós támogatású, a foglalkoztatás javítását célzó programra 130 millió forint áll rendelkezésre ebben a térségben, megyei szinten összesen 2,5 milliárd. Fontos célkitűzés, hogy a helyi vállalkozásoknál fellelhető munkaerő hiányon enyhítsenek a képzésekkel, átképzésekkel. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 13-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Ma hűvös, reggelig száraz, majd holnap napközben már nedvesebb. Pár fokkal enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. Az éjjel többnyire derült időjárás várható. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. Hidegfronti hatás van térségünkben. Szombaton egy újabb hidegfront átvonul felettünk szorványos záporok, zivatarok kíséretében. Emiatt a hétvégén még folytatódik a hűvös időjárás. A következő héten viszont már elkerülik hazánkat az időjárási frontok. Száraz, meleg levegő áramlik fölénk, emiatt a jövő hétvégéig napos, egyre melegebb és csapadékmentes időnk lesz. Visszatér a kánikula.